Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. Tehát a mappában megtaláltok a színt, amit hozzáadtok az egyéni színekhez, amit én már megtettem. És akkor elkezdjük, kinyitunk egy 900x600-as üres lapot. Szűrők, meddi, a wavy lap. Itt a beállítások lesznek a lineár, 3, 0, 0 és OK. Na most behozok egy réteg új üreset, és kitöltöm a hátszínnel. A mappában megtaláljuk, az első maszkunk lesz a Tamer 42, ezt leokéztem. Szűrők, élesítés. Mikrokontraszt 12-vel, és szűrők, textúra, homokkő. Na most megfogom a kijelölőt és a poligont, és itt akármelyik felé, mindegy, kijelölöm a vonalam közepén a poligonnal, így, a belső része kell nekem, nem a külső, így rálépek a háttérre, és ezt megkettőzöm. Na most szűrök, meddi, a wavy lap, itt ráállok a radiára, lesz ugyancsak 3, de 0-0, és radiál. Oké. Na most a szűrők, a line silver lining, így. A színeket mind a hármat felteszem 255-re. A felsőt átállítom 5-re, és a Dotti Grindet, tehát a pontozót, és leokéztem. Szűrők, élesítem, mikrokontraszt 12-vel. Na most ezt a réteget megkettőzöm, a vízszintes tükrözéssel átdobom, és áthozom a másik oldalra. Na meg egy kicsit így. És réteg, középréteg, függőlegesen középre. Na most rálépek a felső rétegre, egyesítem az előző réteggel, és még egyszer egyesítem az előző réteggel. Beállítások, árnyékolás, 5, 5, 50, és a sugarat 15-re. Oké, és árnyék egyesítés, és újra beállítások, árnyékolás, de most mínusz 5, és mínusz 5, oké, és árnyék egyesítés. Rálépek a háttérre, behozok egy réteg új üreset, így. Kitöltöm ugyancsak a hátszínnel, most pedig a másik maszk kell a mappából, az pedig a Nara maszk, és leokéztem. A beállításokkal árnyékolom, 1, 1, 50, és egy egyes sugárral, oké, és árnyék egyesítés. Szűrők, élesítem, mikrokontraszt 12-vel, és szűrők, textúra, merített papír egyszer. Na lépjünk tovább, rálépünk a háttérre, és szűrők, textúra, más. Tehát megtaláltuk a mappával ezt a textúrát. Tegyük
15-re az átlánctalanságot, arány 100, domborítás 0, és oké. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel. Na, a következőkben behozzuk a mappából a csajt, cicka csaja. Ezt kimásolom, ide behelyezem új rétegként, felhozom felső rétegnek, és szabad átalakítással teszem 80-ra először. Hát elhelyezem körülbelül ide, és réteg méretezéssel az arányok megtartása kiveszem, és méretezem a csajomat. Most pedig rögzítés. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-ben, és a beállításoknál pedig árnyékoljuk 5, 50, és egy 15-ös sugárral. Oké, árnyék egyesítés. És újra beállítások, árnyékolás, de most mínusz 5, és mínusz 5, oké, és árnyék egyesítés. Na, a következőkben pedig behozzuk az i szöveget, ezt kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként, és ezt a szöveget megfogjuk, és elhelyezzük ide le. Tehát még mehet egy kicsit arrébb. Így. Na most a beállításoknál árnyékoljuk 1, 100 és 1-es sugár, oké, és árnyék egyesítés. Tehát ezek a kellékek már itt tennem kell. Na most réteg egyesít minden réteggel. Kép, külső keret, egy pixelt adunk az előszínnel. Oké. Kép, külső keret, 40 pixelt a hátszínnel. Így. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 40, kijelölés, inverse kijelölés, így, szűrők, Muramajster Klúd, itt beállítjuk a színeket, tehát előszín és hátszín, leokéztük. Szűrők, elmosás, Gauss elmosás. Ötven. Oké. Na, a következőkben pedig szűrők. Textúra, más, ugyanaz a textúra, de most az átlátszatlanságot állítsuk 35-re. Úgy. Oké. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. És szűrők, domborítás, mérsékelt domborítás. Na most bemenjünk a szűrők. Karolina and Sensibility CSD Lines, és jaj, nem is ez volt, bocsánat, szűrök, Karolina and Sensibility az biztos, de innen pedig a Halines, igen, és hagyom ezeket a beállításokat 3, 0, 10, és leokéztem.
szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-ben, kijelölés, invers kijelölés, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, 5 pixeles, külső, oké. Kijelölés, elrejtése. Kép. A képméretet 800 pixelre tesszük. Így. Ráhelyezzük a szignónkat. Mindenkinek jó munkát kívánok hozzá, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!